A műsor együttműködő partnere az Ázsia Center. Műsorunk támogatói: Ébül tervező iroda, Smart Me Building Technologies Kft., Termoépkép Kft. Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket, Foci és Sport című műsorunkat látják. Itt ül velem természetesen Takács Tibor, adásunk állandó szakértője. Örülök, hogy egészségesen itt tudsz lenni. Én is örülök, annak is, hogy ti is itt vagytok. Remélem a nézők, akik néznek bennünket, ők is egészségesek. És nagy szeretettel köszöntjük Dobor Dezsőt, aki elfogadta meghívásunkat, és nagyon sokat fog tudni mondani az adásban is, és hát adáson kívül is arról az eseményről, aminek most ezen a héten tanúi voltunk, és még eltelik néhány hét. Igen, amikor ünnepelhetünk születésnapot. Méghozzá nem is akármilyen születésnapot, az apropó az, hogy megjelent a Keleti 100 könyv, Keleti Ágnesről, a kiváló olimpiai bajnokról, az ötszörös olimpiai bajnokról van szó, és a könyv szerzői között köszönhetjük Dobor Dezsőt és Dávid Sándort. Egy fantasztikus könyvnek a bemutatóján vettünk mi is részt, ebből is fognak látni az adásunk alatt részleteket. A világ legidősebb élő olimpiai bajnok tornászáról van szó, 5 aranyéremmel. Te az olimpiai bajnokok klubjának gyakorlatilag a főtitkára vagy évek óta, szervezed az életüket, ami nem is annyira egyszerű, hiszen remek és önálló egyéniséggel bíró embereket próbálsz meg összetartani, összefogni, természetesen az olimpiai bajnokok klubjának elnökével együtt, és segítőitekkel is. Milyen ez a társaság, mielőtt leértérnénk magára a könyvre, és az Ági néninek a közelgő 100. születésnapjára, milyen az a társaság, ez az olimpiai bajnokok klubja? Hogyan tartod velük a kommunikációt, pláne ebben a nehéz időszakban, amikor még jobban igényelnék azt, hogy együtt lehessenek? Teljesen így van, ahogy mondod, mostanában minden lelassult, mindenfelé, körülöttünk is. Amikor a tavaszi első hullám volt, akkor rendeztünk egy nagy akciót, meghirdettük, hogy azon idősebb olimpiai bajnokok, akik igénylik, számukra bevásárlás, gyógyszer, stb. Beszerzés, és ez a program, ez néhány embert érintett is, akiknek mondanom sem kell, hogy óriási örömet okozott, hogy nem kellett kilépniük a lakásból, mindent megkaptak úgy, ahogy kértek. Az egy nagyon sikeres része volt egyébként az Olimpiai Bizottság egy akciójának, és a későbbiekben nyárra meghirdettünk aztán egy nagy programot, amikor már úgy nézett ki minden, hogy föllélegezhetünk, és eljött a pillanat, újra együtt lehetünk, ez is volt az eseménynek a címe, ugye, hogy újra együtt, de akkor pedig hát olimpiai bajnok vízilabdázók halála lehetetlenné tette ezt az eseményt. A későbbiekben megint beindult egy szervezés, ez nem kizárólag csak olimpiai bajnokoknak szól, de a római olimpiának a 60 éves évfordulóját szerettük volna megünnepelni. Természetesen olimpiai bajnokokkal, mint Balczó András is írt el, akit említek a 60-as olimpiáról. És akkor az élet megint kegyetlenül közbeszólt, mert ezt a programot is a vírus miatt, ezt már ugye őszre toltuk el, megint csak le kellett sajnos mondanunk, pedig hihetetlen szeretettel fordultak az olimpián 60 évvel ezelőtt részt vett sportolók a többiek felé, az összejövetel felé, és ez egy nagy-nagy öröm lett volna, tényleg egy happening. Általában ezeket a 25-50 éves évfordulókat szokás megrendezni, és hát azért én úgy gondoltam, hogy azért a 60 év az már egy olyan távolság valamitől, hogy ki tudja, hogy lesz az majd 70 év múlva,
rendezzük csak meg, és tényleg mindenki nagyon nagy szeretettel fordult az esemény felé. Körülbelül olyan 40-50 fő között voltak egyébként az akkori 180 fős magyar csapatból, akik idehaza élnek, még egészségesek annyira, hogy el tudtak volna jönni. De hát el sem tudom képzelni, mi lesz ezzel, mert idén nyilván már nem lesz megrendezve. Az meg nagyon furcsán fog kinézni, hogy 61 évvel az olimpia után hozzuk össze a társaságot, mert a kerek évforduló az mégiscsak kerek évforduló, de érezve az ő igényüket erre az eseményre, én mindent el fogok követni, hogy ha 61 évvel később, de akkor is rendezzük majd azt meg. De ha már említetted, hogy szomorú események, például vízilabdázók halála is akadályozta az ünneplést, akkor emlékezzünk meg azokról az elmúlt időszakban elhunyt sportbarátainkról, sportolókról, akiket köszönhettünk itt a stúdióban, vendégül lánthattuk többek között Hencsei Pált. Hát nagyon nagy veszteség nekünk, hiszen az olimpiák élő lexikona volt Pali, és tényleg még annak idején, amikor a Melbourne-ben, Dezső, te is kint voltál, együtt voltunk Palival, még a Melbourne olimpiának az 50. évfordulóján 2006-ban, ott volt ő is, és hát olyan nem volt, amit az olimpiákról nem tudott volna, és mindezeket írásba öntötte. Tehát rengeteg könyve jelent meg, és néhány évvel ezelőtt az olimpiai bajnokok klubjának az alapszabályában van egy olyan, hogy a klubtagok nem csak azok lehetnek, akik olimpiai bajnokok, hanem tiszteletbeli támogató tagok is lehetnek. Így még amikor Nébal György elnök úr megjegyezte, hogy én vagyok a 6T betűs, ugye Takács Tibor tiszteletbeli támogató törzstag, így mondta, itt mondom, igen. Úgyhogy ez nagyon nagy megtiszteltetés volt a számomra és számunkra, mert ugyanaz nap, tehát azon a közgyűlésen lettünk mi ketten az olimpiai bajnokok klubjában a tiszteletbeli támogató tagok. Amellett nagyon jó barát volt, nagyon sok helyen előfordult, és tényleg egy élő lexikon volt. Gondolom, Dezső, neked hasonló véleményed van. Abszolút nem volt olyan kérdés, amiben ne lehetett volna őt úgy megkeresni, hogy az ember ne tudhatta volna, hogy meg is kapja a kérdésre a választ. És hát én is nem egy alkalommal felkerestem őt, hogy vagy a tanácsát kérjem, vagy konkrétan a válaszát, és hát készséges volt minden alkalommal. Úgyhogy ő is azok közé tartozik, akik hát nagy veszteséget jelentenek, igen, a klubnak is. Úgy, mint ahogy említetted, a vízilabdázókat is, Benedek Tiborról is emlékműsort készítettünk, és sajnos sorolhatnánk a sort, szörnyű egyébként, pont halottak napja környékén előszedtem azokat a képeket, akik itt voltak a stúdióban, vagy akikkel barátságban voltunk, a Svoci Sportnak, vagy egyéb műsoroknak vendégei voltak, hát borzasztó. Borzasztó. És hát végül is ugye labdarúgóként, igaz, hogy nem első helyen, kis híján első lehetett volna Branikovics László, aki szintén itt hagyott bennünket, ezüstérmes volt a labdarúgó válogatottal 1972-ben, amikor a haval kezdődött mondatok nem ide valók, de döntetlen, mert első fél időben Váradő Béla góljával vezettünk. Ha döntetlen, akkor két aranyérem születik a lengyel-magyar barátság jegyében, lengyelek és magyarok is. Második lett, de mi nagyon tiszteljük ezzel együtt az ezüstérmet is. És hányan tisztelnék, hogyha lenne rá alkalmuk, hogy ezüstérmet szerezhessenek? Bizony. És akkor rátérünk a mai fő témánkra. A Keleti Száz könyve, még egyszer mutatom. Hát hatalmas munka lehetett megírni, összeszedni, és írtó izgalmas lehetett. Hiszen olyan hölgyről van szó, aki nem mindennapos jelenség a magyar sportéletben. A mai napig is remek egészségnek örvend, és nem véletlen, hogy az a cím, hogy Mert szeretek élni. Dezső, hogy készült a könyv? Hát erről hirtelen nagyon nehéz összefogottan tudnom válaszolni.
Annyit, részleteibe is válaszolhatsz. Annyit mindenféleképpen, hogy ez hát több mint egy éves munka gyakorlatilag. És hogyha a nulla pontot keresem, akkor meg kell, hogy említsem egy kollégámnak a nevét, őt Rót Tamásnak hívják, ő fotózással foglalkozik, és azon belül, hogy különböző sporteseményekre jár, elsősorban úgy vált ismerté, hogy a Keleti Ágnesnek a nyomába szegődött, amikor ő visszaköltözött Magyarországra, hiszen tudva levő, hogy 1956 után nem tért vissza a hazájába, hanem egy ideig Ausztráliában élt, és aztán pedig Izraelben sok évtizeden keresztül, majd most egy 5 évvel ezelőtt véglegesen, mert addig is már elkezdett vissza-vissza járni, de akkor véglegesen visszaköltözött ide Magyarországra. Tamás pedig, aki egyébként is egy nagyon készséges fiatalember, ugye nagyon sok dologban igyekezett segíteni Ágnes kívánságára, és közben kattogtatta a gépét. Tehát nem hiszem, hogy az 5 év alatt volt olyan nyilvános megjelenése Keleti Ágnesnek, ami ő ne lett volna ott, ezt el sem tudom képzelni. És aztán egy idő után arra lett figyelmes, hogy körülbelül 3-4 koffernyi fénykép felvétele van ebből az időszakból. Hát ez szép-szép, hogy elkészült, de hát jó lenne, hogyha ebből valami a nagyobb közönséghez is el tudna jutni, azon túl, hogy mutogatja a fiának, meg megmutatja Ági nének, hogy borzasztó boldog tőle. És akkor ő jelezte ezt a gondolatot, hogy az közelgő 100-as évforduló kapcsán mi lenne, hogyha könyv születne belőle, mármint ebből a sok fényképből, illetve hát a szövegből, amit hozzáírunk. Hát én nekem sokat nem kellett ezen gondolkodnom, megkerestem rögtön a Dávid Sándor nevű kollégámat, akit valószínűleg sportot kedvelő embereknek nem kell bemutatni, hiszen ő a legtermékenyebb szerző Magyarországon, aki sportirodalommal foglalkozik, sportéletrajzokkal foglalkozik. Elég csak a Balcó könyvről beszélnünk, de a Tornáról írt korábbi könyve, vagy a Fenyvesi Csabáról, és még körülbelül ennyi könyvről lehetne beszélni, és akkor még nem beszéltem a Forma 1-es könyveiről, amiket még megírt. Úgyhogy mi nagyon sokat dolgoztunk együtt már a televízióban is a Lapallyal, mert a szakmában ugye csak így hívja mindenki, és ez a sok-sok munka után nem olyan régen, másfél évvel ezelőtt a Beac felkérésére megírtuk a Prokop című könyvet, ami a Beac első olimpiai bajnokáról, egy sportlövő versenyzőről szól, és ez elég kellemes munka volt, együtt munkálkodás, gondolkodás, tevékenység, ráadásul idén még az Ezüstgerely pályázaton, ami egy művészeti pályázatot is az elismertek közé került, a második helyre rangsorolták a könyvünket. Úgyhogy innentől kezdve természetes volt, hogy megkeresem őt, de nem csak ezen előzmények miatt tettem, hanem azért is, mert ő ismerte Keleti Ágnest akkor, amikor én még éppen születőben voltam, vagy lehet, hogy éppen már megszülettem. Igen, picit már megszülettem. De a lényeg az, hogy ő kardvívó volt, egy reményekkel teli ifjú kardvívó 1956-ban, amikor a nagyokkal, Gerevicssel, Kárpátival, Kovácssal együtt ott volt a kardvívó csapattagjaként, igaz, hogy csak, hogy mondjam, gyakorló ellenfélként, Tatán. De ott élt velük együtt, és meg mindenkivel együtt, akik az 56-os olimpiára készültek. És hát ennél fogva állandóan, mint fiatal fiú, de hát ez mondjuk nem feltétlenül fontos, hogy fiatal legyen, idősebb is, állandóan ott leselkedett a női tornász válogatottnak az edzésén bárkiről. Megbocsátjuk neki. Igen, ez azt gondolom megbocsátható. Ugye egy csodálatos, csinosabbnál csinosabb hölgyek, és tényleg a szakmájuknak a legmagasabb szintjén művelték ugye a tornát, amit bizonyított az élet, hiszen Melbourneben olimpiai bajnokok lettek. És hát nem csak, hogy az edzéseken látta és figyelte, de ugye együtt mentek az étterembe, együtt volt lehetőségük lemenni a pihenőidőbe, a tóra, fürdeni, stb. És hát
Lapai akkor még nem volt ugye újságíró, de már akkor valószínűleg készületett titokban, elraktározott minden egyes kockát a fejében, később újságíró lett, ráadásul a tornasportnak a szakírója lett, tehát magyarul olyan tudással és memóriával rendelkezik, ami ennek a könyvnek a megalkotása szempontjából is nélkülözhetetlen, hát nem beszélve a fantasztikus íráskészségéről. Na hát ő se gondolkodott olyan nagyon sokat, úgyhogy pillanatok alatt megszületett az elhatározás, hogy igen, ezt csinálnunk kell, csak imádkozzunk, folyamatosan imádkozzunk, mert ugye onnan nézve azért még másfél év volt Ági néninek az eltervezett, vagy elképzelt 100. születésnapjához, és hát imádkoztunk nagyon sokat, hogy tényleg ne érje őt semmi baj, és még csak annyit hadd tegyek hozzá, hogy miközben mi imádkoztunk. És írtátok a könyvet. És írtuk a könyvet is. Én nekem egyszer volt egy 3 bordatörésből álló több hetes kórházi tartózkodásom, úgy látszik rá értem, nem imádkozott senki. Az idei év folyamán pedig Dávid Sándornak volt egy elég komoly fürdőszoba balesete, ami megint csak nagyon visszavetette őt egyáltalán, most nem a munkáról, de egyáltalán. Miközben Ági nénit azt hiszem az eltelt másfél évben orvos se látta körülbelül nagyjából. Úgyhogy hála a jó Istennek, így a vírust is nagyon átvészelte, a Mátrában tartózkodott hegyi levegőn, egy kis faluban, és jelenleg is hát lekopogom, 2 hónap van hátra a 100. születésnapjához, de változatlanul jó erőben, jó kedélyben zajlanak a napjai. A könyvbemutató 9-én volt a Testnevelési Egyetemen. A szűkös lehetőségekhez képest és a járványügyi intézkedésekhez képest igen nagy érdeklődést mutattak a sajtó képviselői, és kiknek a beszédeit hallgathatjuk meg az elkövetkezendő pár percben, hiszen mi is ott voltunk a kamerával. Természetesen különböző támogatókat sikerült a könyv mögé állítani. Bizonyos szempontból azt kell mondanom, hogy nem volt nehéz. Volt ugyan egy-két meglepetés, akik kategorikusan elzárkóztak, de erről most nem kívánok szólni, bár megérne egy misét. Viszont a magyar sportban fontos szerepet játszók közül jóformán mindenki odaállt. Így elsősorban ugye dr. Szabó Tündét említem meg az EMI részéről, aztán meg kell említenem Mocsai rektor urat a TF részéről, már csak azért is, mert a Testnevelési Egyetemnek furcsa vagy nem furcsa, de így van, az egyetlen olimpiai bajnoka, aki a TF, mint sportegyesület színeiben képviselte a főiskolát olimpián, az Keleti Ágnes. Természetesen a Magyar Tornaszövetség is a támogatóink közé tartozott. Magyar Zoltánnal az élen, aki ott felszólalt, és hát Schmidt Pál is úgy gondolta, hogy ennek az értékteremtésnek az oldalára neki is illik, vagy nem tudom, hogy gondolta, de odaállt. Köszönjük, hogy ott volt. Igen, és hát ilyen szempontból tényleg nagyon sokat tesz azért, hogy általában a sportról szóló könyveknek a száma gyarapodjék itt Magyarországon, de sorolhatnám, még nagyon sok támogatója volt ennek a könyvnek, mint például, el kell, hogy mondjam, Takács Tibor úr is hozta, amit hozni kellett, hozta. Igen. A formáját, úgyhogy tényleg annak köszönhető, hogy ez a könyv így elkészült. Most nem tudom, a bejátszások előtt vagy bejátszások után mondjam el, hogy ez tulajdonképpen nem csak egy könyv, hanem mi úgy hívjuk, hogy a Keleti Száz produkció. Ugyanis a magyar, itt látható magyar nyelvű könyvön kívül az angol változata is elkészül ennek a könyvnek, azzal a céllal, hogy az Ágnesről való ismeretek ne álljanak meg a határon, hanem eljussanak az angol nyelvterületekre, nyilván Izrael, Egyesült Államok, Ausztrália, Kanada, ezekre a vidékekre gondolunk. De ezen kívül egy Facebook oldalat is üzemeltetünk, ezen kívül emlékbélyeget adtunk ki a könyv megjelenésével egyidejűleg,
játékot indítottunk az olvasók vagy az érdeklődők között. Tehát elég sok szálon igyekszünk futtatni ezt az egész történetet, és hát mindennek az az igazi értelme, hogy Ágnes még mindig beférkőzzön, minél jobban beférkőzzön a köztudatba, és ne csak azok szeressék, akik már eddig is ismerték, hanem a munkánkon keresztül megszeressék őt mások. Itt azért jó, hogy ennyi felületet említettél, mert tulajdonképpen nagyon sokfélék vagyunk. Van, aki csak tévét néz, van, aki csak a közösségi médiát figyeli, van, aki újságot olvas, vagy az internetet böngészi, tehát mindenképpen jó. Van, aki bélyeget gyűjt, és milyen csodálatos lesz abban a gyűjteményben a sportbélyegek mellé, hogyha oda kerülhet a keleti százas bélyeg. Én csak gratulálni tudok, de most jön az a pillanat, hogy megnézzük, hogy ki hogyan reagált a könyvre, és hogyan nyilatkozott a könyvről, a könyv kapcsán Keleti Ági néniről. Szép jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, köszöntelek benneteket. Ez a Keleti Száz, mert szeretek élni című könyv, sajtótájékoztató, én Bányász Árpád vagyok. Bemutatom dr. Szabó Tünde, EMMI sportért felelős államtitkár asszonyt. Kérem, tartsa meg beszédét. Ki is ő valójában? Ötszörös olimpiai bajnok, háromszoros ezüstérmes, kétszeres bronzérmes sportolónk, egyesével is nagyon nagy eredmények ezek, hát még így együtt. Azt lehet mondani, hogy a magyar tornasport legeredményesebb sportolója. Én úgy is mondanám, hogy a magyar sport egyik legeredményesebb sportolója, és a világ legidősebb olimpiai bajnoka. Óriási szavak ezek, és éppen ezért nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és én is az előbb a kezembe foghattam ezt a könyvet, hiszen minden sportolóról jó olvasni egy-egy élettörténetet, de azt hiszem, hogy Ági néni példaértékű életéről még nagyobb volumenben fogunk tényleg hírt adni, hiszen én is a környezetemnek, és biztos, hogy önök is viszik majd a fiataloknak példaképeink, ők a bajnokok, és Ági néni viszont ténylegesen ennyi hosszú-hosszú éveken keresztül példaértékkel, mint sportoló, mint édesanya, mint sportszakember állt előttünk, és vitte hírét a magyar sportnak és a tornasportnak. Schmidt Páli a szó, aki a könyv előszavát írta, a nemzet sportolója, olimpiai bajnok. Valóban ünnepes, hiszen emlékezhetünk egy olyan teljesítményre, ami a miénk, mindannyiunké. Én büszke vagyok arra, hogy ebből az ő 100 évéből 25-öt kísérhettem, még egy kicsit többet is, és hát 20 évig, mint a MOB elnöke is, arra emlékszem, hogy nem volt olyan rendezvényünk, nem csak torna, bármilyen, legyen ez születésnap, egy MOB összejövetel, egy évforduló, valami ünnepi esemény, nyugdíjasok találkozója, ő mindig ott volt. És pontosan tudta, hogy hol van, kikkel van, és azt is tudta, hogy a megjelenésével emel a rendezvény színvonalán. És ezt nagyon-nagyon köszönöm neki távolból, nem tudom, eljut-e hozzá üzenet, én puszit, kézcsókot, gratulációt, elismerést, mindent, szeretetet közvetítek felé. Most pedig a dr. Magyar Zoltánnál érdeklődöm, mi a fő mondani valója szerinted a Ági néni pályafutásának a fiatalok számára, hiszen legutóbb pont Győrben az ifjúsági világbajnokságon tette tiszteletét, és fogalmazott meg akkor is gondolatokat. Hát az ő korából adódó bölcsessége az nagyon sokat jelent, de itt szinte majdnem mindenki a sportban van, és tudják azt, hogy egy úgynevezett
vezér milyen sokat jelent a sportágnak. Abban az időszakban ő egy vezér volt. Tehát nagyon fontos, hogy valaki az akarat erejével, a hozzáállásával, a tehetségével, dinamikájával, amit itt láttunk, felhúzza a többieket is, legalábbis hát nem azonos szintre, de példát mutat, és ez szerintem nagyon fontos, és azt hiszem minden sportág keresi azt az emberét, akire büszke lehet, és aki szinte egy ilyen csóvával együtt dolgoznak a többiekkel. Ági néni ilyen volt, én láttam és beszéltem a kortársaival, és azt mondták, hogy félelmetes akaratereje volt és szorgalma. Házigazdánkhoz fordulok, professzor dr. Mocsai Lajostól. Kérdezem, hogy milyen kapcsolata van Ági nénivel? Ideiglenesen leveszem, szeretettel köszöntök mindenkit, államtitkárasszonyt, elnök urat, az írókat, kiemelten a családtagokat, és mindenkit, akiket itt ismerünk, tanárkollégáimat, és a torna kiemelkedő egyéniségeit. Igen, amikor lejöttem, azon gondolkodtam, hogy mit tudok olyat mondani, ami talán meglepő. Hát ezt a dolgot, hogy egyszeres olimpiai bajnokunk van, a TFS-e, akkor TFDIS néven egyéb iránt, ide fölírtam magamnak, és a TF haladás volt az a szintér, ahol ő olimpiai aranyat nyert annak idején. Ez nagyon nagy öröm. Egyébként az olimpiai érmesek száma az több mint 150, akik a TF-re jártak, és nagyon röviddel 96 körül van, akik itt tanultak és olimpiai aranyat szereztek, testnevelési egyet. Az időt sokkal nehezebb reprodukálni. Hasznos időt meg pláne, és ez a gondolat talán fontos, hogy ez a könyv, amit megszületett Sándor és Dezső részéről, valójában azt az időt fogja számunkra újra visszahozni, amit a legnehezebb megfogni, azt a történelmet, azt a hátteret, azt a hagyatékot, amit Ági néni ilyenképpen az életével megírt. Természetesen az adás végén fognak látni egy kis részletet abból a Foci és Sport című műsorból, amit Kereti Ági nénivel csináltunk itt, és aminek a végén egy spárgával tisztelte meg a Hatos csatorna nézőit, de előtte én, és pont azért, mert ő ilyen egyéniség, egy sziporkázó, jókedélyű valaki, arra lennék kíváncsi, hogy milyen volt az alkotás folyamata? Mennyit tudtatok, tehát megvoltak az emlékek, megvolt a kutatómunka, milyen volt a vele való riportkészítés folyamata, mennyire folyt ő bele ebbe a munkába? Először is a vírus kihagyhatatlan, ha ezt a kérdést vizsgáljuk, hiszen március 15-e idején megállt Magyarország úgy nagyjából, de legalábbis azok az intézmények, akikkel nekünk kapcsolatunk volt, vagy lehetett volna könyvtár, múzeum, levéltár, ez úgy, ahogy van, megszűnt bárhol, Budapesten, vidéken, bárhol. Éppen ezért azt kell, hogy mondjam, óriási szerencsénk volt, és ebben az egész alkotási folyamatban nem az első alkalommal, hogy addigra az összes tervezett interjút sikerült elkészíteni. Ez darabszám szerint 36 interjút jelent, de nem is ez az igazi lényeg a dolognak, hanem hogy kik beszéltek. Az olimpiai csapatoknak a résztvevői, még élő, vagy akkor még élt résztvevői. Olti néni, gondolom. Igen. Hát sajnos közülük ugye hárman nem érték már meg a könyvnek a megjelenését, ami egy iszonyú nagy szívfájdalom. Azt hiszem mindnyájunknak a részére. Hát Köteles Erzsébet volt az első, aki távozott, aztán a Kárpáti Gyuri is az élete utolsó interjúját adta a könyv számára. Olgi néni pedig még náluk is több volt, mert őt bármikor, bármilyen kérdésen meg lehetett keresni, és úgy vágott az esze, a memóriája, hogy a 70 évvel ezelőtti dolgokat színre megmondta, hogy akkor ki lépett be, hova lépett be, miért lépett be, merre és hogyan. És hogyha egy fényképet elétettünk, akkor így mondta, hogy kik sorakoznak a képen. Szóval sajnos már soha az életemben nem fogom megtudni, amit még akkor terveztem tőle megkérdezni, amikor kórházba került, hogy Kereti Ágnes 1956-ban
a nyár folyamán, tehát az olimpiára készülés során 4 hónapig nem tornázhatott, mert egy nagyon súlyos sérülése volt, illetve a régi kiújult. De fölmerült az is, hogy nem utazik ki Melbourne-be, és aztán majd nem lesz 4 aranyérem, meg nem lesz semmi, hanem semmi se lesz. És ugye meg szerettem volna tőle kérdezni Keleti Ágnest ismerve, hogy na de hogy töltötte ezt az időt? Hát a lábával nyilván nem csinálhatott semmit, de vajon a karjával mit csinált? Milyen gyakorlatokat végzett? Uh-huh. Hogy erősített? Milyen volt az a kötél? Mászott-e? Mit csinált vele? Ezt már sajnos nem fogom tudni tőle, mert Ági néni ezekre a dolgokra már nem emlékszik, uh-huh. Tehát ilyen precízen és részletekbe menően, tehát mindenképp ő kellett volna, hát végtelenül hiányzik nem csak ez a válasza, hanem egyáltalán a személyisége, az a varázslatos, tündöklő személyisége, ami neki volt, ugyanúgy, mint a másik két említett olimpiai bajnokunknak is, természetesen. Tehát megkerestem a TFN azokat, akik már szintén azért 80 és 90 között vannak, akik akkor ott hallgatók voltak, amikor ő tanított a testnevelési főiskolán, hogy bennük mi maradt meg erről az asszonyról, és hát persze egyikük a másik után mondta el az érdekes és a képet nagyon erőteljesen színező visszaemlékezéseit, Jágfalvi Bélától kezdve például, aki ugye a teniszválogatottnak lett később a szövetségi kapitánya, vagy Zarándi Laci bácsi, aki sprinter, olimpiai bronzérme, ott tanultak a TFN, és valamilyen úton, módon vagy csak látták, figyelték, vagy óráján is részt vettek, mert úgy hozta az órarend, főleg lányokról volt persze szó, akik ezt elmondhatták. De olyan finomságokra emlékeztek emberek, hogy egyik alkalommal Keleti Ágnesnek leszaladt a szem a harisnyáján, ugye? Hát ezt manapság már nem lehet érteni, hogy mi az, hogy leszalad a szem, miről, hova. És akkor gyorsan ezek a lányok, a Somos testvérek, 3-an jártak egyébként a TF-re, 3 különböző sportágban, gyorsan odaszaladtak, hogy segítenek és segítenek, és segítettek rajta, és egy viszonylag kellemes kapcsolat alakult ki közöttük, és amikor onnantól kezdve leszaladt a szem, akkor egyenesen vitte hozzájuk. Tehát ezek már azt hiszem olyan nagyon kicsi apró nüanszok, de annyi mindent hozzátesznek egy ilyen képhez, hiszen a nagy motivumokat mindenki ismeri, Helsinki arany, 4 arany, 10 érem, a világ legidősebb sportolója, tehát nem tornáza, hanem a legidősebb, az összes között olimpiai bajnok sportolója. Szóval ezeket mindenki azért úgy nagyjából tudja, helyén kezeli, de ezek a finom kis részletek azért szerintem nagyon sokat tesznek hozzá. Aztán családtagokat is sikerült még megszólítani. Az izraeli barátai közül tudtam beszélni olyannal, aki nagyon csak ott dolgozott a keze alatt Izraelben, amikor ő a Testnevelési Egyetemen kint tanított, létrehozta a tornasportot. Ausztráliában találtam meg családtagot. Szóval aztán nem beszélve arról, hogy Amerikában élnek most még a csapattagjai is, ugye a Korondi Margit, aztán a Bodó Andrea, sőt annak a csapatnak a tartaléka, a Nagy Márta, egytől egyig mindenki készségesen áll természetesen rendelkezésre. Most állítlak meg egy pillanatra, köszönöm, mert... Köszönöm, akkor iszom egy kortyot. Csak azért, mert innentől kezdve arra vagyok kíváncsi, tehát megvannak az apró részletek. Milyen ember volt, és milyen ember lett Keleti Ágnes? Milyen volt sportolóként, milyen volt tanárként, milyen lett időskorára? Csintalan kislány volt az egész biztos. Hát igen, és végtelenül fius. Másodiknak is lány érkezett a családba, tehát ő eleve egy fius orientáltságú volt, de valahogy születésénél fogva az apja volt a sportban a példaképe, mert a papa az egy komoly sportember volt, és hát őt követte, és nagyon megedzette őt ez a sok dolog, amit a család végzett, eveztek, hegyet másztak, túráztak, és akkor a torna mindig is ott mozgott valahol az ő tudatában. De most ezt hagyjuk. A lényeg az, a kérdésedre válaszolva, hogy sportemberként, hát ezt nem mondanám, mert senki nem mondta ki azt a szót, hogy diktátor. Ezt nem mondta ki senki. De sugallata volt annak, hogy az Ágnes annyival jobb volt, több volt, többet tudott ebből a mesterségből,
vagy talán még többet is akart másoknál kihozni, hogy ő volt a vezére ennek a társaságnak, tehát ennek a csapatnak ő volt a puskása, egyértelműen, és ott nagyon nem volt appelláta. És ami újításokat ő folyamatosan bevezetett, az mind később kiderült, hogy a csapat hasznára vált mindenkinek, jobb tornászok lettek, többet tudtak, jobban. Ez nem mindenkinek tetszett természetesen, de mindenki elismerte akkor is, és ma is, hogy ő volt az egyes számú ember, akinél többet edzeni nem lehetett, nem volt fizikailag, ezt is elmondják. Nem, ő neki egy templom volt a tornaterem, gyakorlatilag, ha véletlenül azt hallották volna, hogy ott aludt a tornateremben, azon senki nem csodálkozott volna. Eszméletlen munkabírással rendelkezett, és hát mindent nem puskás szinten merültek fel a kérdések, hogy mi mindent kell elintézni a felső vezetésnél, de azért, amit úgy kellett, azt úgy a szavára elfogadták, és a hatás érvényesült, amit ő remélt. Úgyhogy ennyit tudok mondani nagyon röviden ebből az időszakból. A könyvből ki fog derülni, ami sokaknak valószínűleg újdonság lesz, hogy találtunk egy önéletrajzot 1947-ből talán, amiben leírja, hogy ő párttag lett. És azon után, amin átment azt megelőző időszakban a zsidó üldöztetés, a háború és nem tudom, nyilván érthető is, hogy ebbe az irányba sodródott, illetve hát a férje. Még a boldogulás útja is, gondolom. Pontosan, de hát nem biztos, hogy neki szüksége lett volna erre, de valószínűleg olyan emberek vették körül, olyan sok ilyen vonatkozású hatás érte, akik közéjük beilleszkedett, és mint párttag, hát nagyon erősen részt vett annak a propagandának a képviseletében, amit akkor, hát úgy mondjam, el is vártak. De én azt hiszem, valahol ő ezeket a dolgokat hitte is akkor, hiszen volt 1956-ban az olimpiára utazáskor egy olimpiai gyűlés, aminek az volt a témája, hogy menjenek, ne menjenek a Melbourne-i olimpiára, mi legyen, hogy legyen, és ő ott nagyon komolyan átélve a mondandóját, ugye fölállt, és megkritizálta az olimpiai csapatnak a vezetését, hogy önök eddig becsaptak bennünket. Tehát egy komoly fordulatot vette ilyen értelemben az élete, és hát későbbiekben, amikor Izraelben lett tanár, ott is a szó kimondásával tűnt ki. Ott se nagyon tűrte el, hogy vitára mindig kész volt és nyitott volt, de az, hogyha valaki nem alkalmas neki vitapartnernek, akkor nem nagyon tűrte el, hogy más is lapot kapjon. Akkor lett a helyzete ott nehezebb, amikor egyre több szovjet bevándorló érkezett Izraelbe a tornasportból, és ugye ők munkához szerettek volna jutni, és a többi, és akkor komoly szakmai összetűzésbe került ezekkel a személyekkel, úgyhogy aztán 75 éves korában vissza is vonult, és nyugdíjba vonult. Az ő életében minden jóval később történik, mint tudjuk, hiszen 31 meg 35 éves korában lesz olimpiai bajnok, 40 év fölött szüli a két fiát, tehát minden később és később történik, hála Istennek. Ez is kiderül egyébként a könyvből, hogy a családfakutatás által, hogy a családjában több száz éven felüli személy is előfordul. Érdekes, jó génállomány. Igen, így dolog. Van. Tehát ennyit tudok mondani róla, nagyon röviden, és hát amikor itt újra fölbukkant Magyarországon, majdnem azt mondom, hogy az ismeretlenségből, hiszen 80-90 évesen megjelenik valaki, már azért kisé a feledés homálya fedi, de ő neki ezt sikerült áttörnie, és sikerült áttörnie a személyiségével, sikerült áttörni az őszinte mosolyával, az önzetlenségével, a derűjével, nem utolsó sorban azokkal a torna gyakorlatokkal,
amiket a tévénézők nem egy, nem két állomáson, csatornán láthattak, mint itt is, és amik azért nem jellemzőek mondjuk meg 90-100 éves emberekre. Nagyon-nagyon szépen köszönöm Dezsőnek, hogy mindezt a sok műhely titkot háttérből elárulta, Tibi. Én egy kicsit eléd mennék, már amivel elkezdted, mert nekem olyan élményeim is voltak, mert édesanyámmal együtt voltak ugye a válogatottban, olimpiai keretben tornászok, és hát Keleti Ágnes rendszeresen volt nálunk családjával is sokszor vendég, és hát én nekem egészen pici gyerekkoromból már rögződött az ő karaktere. És te is ilyen kemény személyiségnek emlékszel rá? Hogyne, igen. Uh-huh. Igen. Mondom, még egész kis gyerekkoromban volt az, amikor természetesen a szüleik beszélgettek egymással. Én pedig hallgattam, láttam, figyeltem. Tőle? Nem féltem, nem, azért nem féltem, mert rendkívül kedves volt. Hát nagyon jó barátságban voltak édesanyámmal, 2 évkor különbség van egyébként köztük. A édesanyám javára, tehát ő az idősebb, 2 évvel. Hát ő már sajnos nincs közöttünk, de rendszeresen azért együtt tornáztak, és együtt voltak az olimpiai keretben. Mindamellett tényleg ez egy fantasztikus dolog volt, és azt hiszem, hogy az egyénisége, a kuriózum, meg minden egyéb, nekem természetesen ugye a javaslatom az csak egy egymás közötti javaslat, hogy hát mivel lehetne igazán a 100 éves évfordulóján köszönteni, mit lehet elnevezni róla, mit lehet ne elnevezni róla, vagy meghallgatják esetleg az illetékesek, és gondolnak egyet, és mégiscsak, hát a Keleti pályaudvar. És lenne Keleti Ágnes pályaudvar, és ez azért is, tehát nem csak az, hogy valamit elneveztünk róla, hanem mindig ezt mondta, még gyerek voltam, akkor is hallottam, hogy a nagy kihívása számára az utazás. Rettenetesen szeretett utazni. Na most itt egy pályaudvar vonatkozásában, ha nem lesz hivatalosan Keleti Ágnes pályaudvar, mi akkor is úgy fogjuk hívni. Ez ugyanolyan, mint a metrónál. Metrónál mindenhol ott van a keresztnév, csak a Batthyány térnél nincsen. Az nem Batthyány Lajos, nálunk legyen Keleti Ágnes pályaudvar. Jogos. Annyit tegyek csak hozzá, ha ezt szóba hozod, hogy ott a könyvben a színes, mert van közöttük 32 oldal színes felvétel is a sok fekete mellett. Van egy kép, ami a londoni olimpia idején készült, és ott áll Keleti Ágnes, akkor egy teret ideiglenesen, talán egy napra neveztek el róla. És az a kép is bekerült, Keleti Ágnes tér. Igen. Ott áll előtte. Na, hát Keleti Ágnes tér. Pontosan ott van, így van. Így van, hát most egy pályaudvar. Egymás között annak hívjuk, ha a fölsőbb égi és ninivei hatalmak is úgy döntenek, akkor lehet, hogy egyszer lesz Keleti Ágnes pályaudvar. Még mondom, a utazásról még egyetlen egy mondat, közös élményünk, amikor ott volt, hát már a 90-hez közeledett, mert ugye Melbourne olimpián 2006-ban 14 évvel ezelőtt, és akkor 20 órás repülőút volt Bécsből Melbourne-be. És végig a 20 órás repülőt nem csak, hogy tűrte, bírta abban a korban, hanem végig vagy merőlegesen tartotta a lábát, vagy spárgát csinált a ülések között, végig tornázta a 20 órát a repülőn. Te vagy a tanúm rá. Én tanúja vagyok, és annyit tegyek hozzá, hogy amikor 56-ban mentek az olimpiára, akkor ugyanígy ezt csinálta, mert ugye napok maradtak ki edzés nélkül, és ez majd megőrítette őt, és ott a repülőgépen 56-ban, ezt többen elmondják, szemtanúk, hogy ott edzett és csinálta a gyakorlatokat, húzózkodott, amit egy akkor ilyen két padsor között, széksor között. Akkor ezt csinálni. Ismételte ezek erről van szó. Ezek nem voltam szemtanúja, meg tanúja, de most, de hogy elmondtad, nagyon beleillik a képbe. Igen. Azt gondolom, hogy Keleti Ágnes itteni interjújával fogjuk ezt a beszélgetést befejezni, mert tényleg lehengerlő volt, amikor itt volt nálunk, tehát egy pár mondatot mindenképpen, vagy pár perc erejéig mindenképpen megírja, hogy lássák Ági nénit, akit, Istenem, reméljük, hogy meg fogjuk tudni köszönteni a 100. születésnapján, akár online, akár valahol az éteren keresztül, ugye a Mátrai, vagy a igen, Kisfaluban.
És boldog vagyok, hogy úgy tudunk beszélgetni erről a könyvről és a megjelenéséről, hogy Ági néni megérhette, hogy egészséges, nektek pedig jó fölépülést kívánok, és további nagyon jó munkát. Köszönjük szépen a könyvet. Kedves nézőink, ez a Foci és Sport volt Keleti Ágnes születésnapjára készült Keleti Száz könyvvel, amely Dávid Sándor és Dobor Dezső, valamint Róth Tamás munkája, ne felejtsük el. És akkor Ági nénivel búcsúzunk. Viszontlátásra! Azt gondolom Takács Tiborral, akit szintén köszöntök adásunk állandó szakértőjével, hogy majd nagyon vidám beszélgetésnek lehetnek tanúi. Tudnilik, Keleti Ágnes a vendégünk, ötszörös olimpiai bajnok tornász. Édes Ágikám. És bocsánat, és a nemzet sportolója. És a nemzet sportolója. Azért ezt ne titkoljuk el. Csak eszed kevesebb. Hát azt nem lehet tudni, hogy az eszed kevesebb, de a jó kedved az semmit nem változott. Nem veszik el. Világéletedben ennyire jókedvű lány voltál? Mindig. Szerettem nevetni, és szerettem a jó sportéletet, nem csak a tornát, hanem én skifelő voltam, evező, úszó, hegymászó, amit csak lehetett, mindent sportoltam, a sportot imádtam. De jó tanuló is voltam, az evangélikus gimnáziumban jártam, és mindig ott szemben lakom most is, hanem mindig eszembe jut. Hú, egy pár évvel ezelőtt. Milyen szerek voltak akkor, amint tornázni lehetett? Talajtorna, felemáskorlát, gerenda és lóugrás. Melyik volt a kedvenced? Talajtorna. Miért? Hát már tudta, lehetett. Tánci, tánci. Teljesen más volt, gondolom, maga a talajgyakorlat annak idején. A talajgyakorlat nem. Nem? Ma se tudnak többet. Akkor mi hol látjuk a különbséget? A különbség az, hogy ma nem olyan népszerű, mint az én időmben. Népszerű, a torna. Népszerű volt akkor a torna? De mennyire? És olimpiai bajnokok voltunk, és csapatban, és egyéniben, és hoztuk az aranyokat. És akkor ne felejtsük még el, azon kívül a kéziszer csapatot, ugye, ami a négy szeren kívül, igen, tehát talaj, a lóugrás, a gerenda, a felemáskorlát, és a kéziszer csapat, amelyikben szintén ugye négy aranyérmet szerzett Keleti Ágnes Melbourne-ben. És én csináltam a gyakorlatokat. És ő csinálta a gyakorlatokat, bizony. Tehát ne felejtsük el a kéziszer gyakorlatot, amivel ugye olimpiai bajnokságát megtetőzte Keleti Ágnes csapatban. Igen. És egyébként dolgoztatok a sportolás mellett? Vagy pedig akkor ugye az olimpia előtt mindenki én semmi másra. Én szűcs voltam, és csellista. Szűcs és csellista. Akkor viszont könnyű volt egy zenésznek olyan azért gyakorlatokat. Közel a talajgyakorlat, vagy a talajgyakorlat és a kéziszer gyakorlat is. És én az egész szívemet, lelkemet beleadtam. Az igen. És akkor még volt, hogy zongorista kísérte. Zongoráztak, és a zongorista kísérte a talajgyakorlatot. Én nem tudtam zongorázni, én a csellista voltam. Tudom, de a talajgyakorlatot. A talajgyakorlat mellett zongoráztak. Igen, ugye? A zongorára csináltuk. Zongorára. Bartók Bélára. Így van. Állandó zongoristája volt a csapatnak? Persze, igen. Egy nő, nem igen. Férfi, nő. Így van. És akkor az mindig ment veletek ugyanúgy csapattaként a velünk versenyekre? Velünk utazott, az is világlátott. Neki is kellett volna adni egy aranyérmet, látod. Hiszen, egy tiszteletbeli igen, aranyérmet. Igen, tiszteletbeli aranyérmet. Ági, hány órát edzettetek ehhez a sikerhez? Hát ki emlékszik rá, amire de szükség volt. Nem volt előírva, hogy hány órát kell dolgozni, de ha valami nem ment, akkor azon dolgoztunk. De már nem gondolom, pontosan nem emlékszem rá. A Melbourne-i olimpián 1956-ban Keleti Ágnes fantasztikus aranyérem esőjének a megkoronázása az volt, amikor a női kéziszer csapat megnyerte az olimpiai bajnokságot, és az a fantasztikus, hogy Keleti Ágnes mellett még akik ebben a csapatban voltak, a hatfős csapatban, mindegyikük él. Hát ez egy csodálatos dolog, és megérdemel annyit, hogy név szerint felsoroljam őket, ugye a K-betűseknél kezdve, Keleti Ágnes, Korondi Margit,
Köteles Erzsébet, Kertész Alíz, Bodó Andrea és nem utolsó sorban Tass Olga. Most mi az, amivel eltöltöd az idődet? Mostanában. A háztartással. Ó, jaj. Szeretsz ugyanakkor, főzni? Hát háztartást csinálok, de ugyanakkor sportolok is, és a tornát sose hagytam abba. Most is minden nap tornázol? Hát tudod, tanítottam tornát, testnevelés tanár voltam, az volt a foglalkozásom. És igen, torna nélkül ma se tudok meglenni. De ha akarod, ma is így. Egy pillanat. Most jön igen, az angol spárga. Megmutatom. Az igen. Azt a mindenit. Leteszem a tenyereimet. Hát nyújtott lábbal. Nyújtott lábbal. Még ma is, igen. Holott, amikor Melbourne helyszínére visszatértünk, én is az a megtiszteltetés ért, hogy a delegációban ott voltam, 2006-ban, igen. Amikor elmentünk az 50 éves évfordulóra, Keleti Ágnes Bécstől egészen Melbourne-ig 20 órán keresztül a repülőn. Mit csináltam? 20 órán keresztül a repülőn spárgázott. Hol jobbról, hol balról, a lábát merőlegesen égbe emelte, én figyeltem végig 20 órán keresztül a repülőt, mások már azt se tudták, hogy szabaduljanak ki az állandó ülés helyzetből. De nem is kapott példát mutatok. Igen, én is a fő ok, hogy tornáztam, mert a világot akartam látni. De sikerült is ebben. És az, hogy soha komolyan meg nem sérültem. Hát az, és az minek köszönhető? Hogy mondod? Minek köszönhető szerinted? Hogy óvatos is voltam, és tudtam, mikor mennyit tudok csinálni. Na de hát egy versenyen... Nem többet. De egy versenyen nem lehet odafigyelni. Hát ott a legjobbat kell kihozni. Ugyan a versenyen megvoltak a követelmények. Azt persze, hogy megteljesítettem, de valami különlegesen, abszolút a talajtornára nem. Én jó voltam a gerendán, a felemes korláton, a lóugrást kevésbé szerettem, az egy olyan vad dolog. De hát azt is kellett csinálni. De igen, legjobb volt a talajtorna. És Bartók Bélára szerettem tornászni. Köszönjük, jó egészséget kívánunk, és sok-sok kacajt. Szeretek nevetni is, ahogy lehet, keressem is a nevetséges dolgokat, nem a szomorúságot. Műsorunk támogatói: Ebel tervezőiroda, Smart Me Building Technologies Kft., Termoépkép Kft. A műsor együttműködő partnere az Ázsia Center.